Sziasztok, üdvözlet titeket, Sanyi vagyok, ez pedig a Könyv Action Simulator 2015-16. Epizódja. Most kinéztem most a rész előtt egy melót, és kíváncsi vagyok, hogy ezt meg tudom-e csinálni. Mármint úgy néztem ki, hogy kell hozzá vásárolni egy úthengert. Így van, egy úthenger kell megvásárolni. És, ja, szerintem 153 ezerből, ha kitelik, akkor veszünk egy úthengert. Vagyis remélem kitelik. De mindegy, nézzük meg a... Elménykereskedés. Nem tart 17 cent ből utazni. Hát végülis nem cent, hanem coint. Na nézzük, azt mondja, hogy úthenger. Igen, valaki mondta, hogy vegyek egy dömpert. Vettem egy dömpert. Jó, akkor jó van. Az még régebbi epizódnál volt. És hol van az úthenger? Itt van úthenger, csak 90 ezer. Hát akkor simán megveszem. ...41.900 volt eddig a kiadásom. Most már 44.200. Egyre nagyobb kiadásaim vannak. De nem probléma. Van egy úthengerem. És... meg tudjuk csinálni a legutolsó feladatot. Csináljunk egy nagy teraszos társasházat. 1 óra 5 perc. Ez az. Na mi az első? Konténer az építanyag kereskedésből. Akkor kell a kokásautó. Azt el kell vinni az építanyag kereskedésbe. Itt még úgy sem vettem konténert. Amint béreltem. Kell nekem a kölcsönzésből egy konténer. Hova rakta? Oda hátra. Jó. Akkor ezzel megyünk oda. Kíváncsi vagyok, hogy úgy működik-e. De jó, látszik a templom innen. Kíváncsi vagyok, hogy úgy működik-e, mint a betonkeverővel, hogy így el tudom ezt szállítani, ha rajtam van a konténer. Vagy úgy működik, mint egy pótkocsi. Hogy ha van rajtam valami, akkor nem működik. Csak ha üresen vagyok. Na, ó, toljuk így fel a kukát. Na, már majdnem fent van. Jó van, nem. Nem játszogatunk. Egyenesbe állítottuk, az a lényeg. Kicsit kijebb engedem, mert... ó, nem így is feljön. Ja, nincsen nyikorgó hangja, pedig kiengedtem. Jó. Emletek, ez rögzítve van, ugye? Így van. És kell az építkezésre menni. Nem, mert meg van rakva. Jó. Akkor most merre található az építkezés? Nézzük csak meg. Egyenesen kell menni. Akkor itt a zöld zónához, ahol eddig is voltunk. Akkor egy belső nézet, és akkor menjünk a zöld övezes zónához. Na, övezetes zóna. Csak kimondom a végére. Engedj el! Nem akarok errefele menni. Kösz, hogy irányba állítottál. Csak rosszba. Ilyen kis személygépkocsi, hogy ellök ilyen nagy kukás autót. A kukás autót. De jól néz ki itt ez a sarokhelyi épület. Ja. Nem tudtam éppen mutatni. Fehér eggyel nehéz megmutatni a fehér épületet. Elférek simán. Itt legalább nem kell kacskaringózni, egyenesen megyek és akkor pont odaérek. Na, a mai részben úgy látom meg lesz a 10-es szint. De jó lenne, a 11-es lenne még egy alkalmazottat felvenni. Meg amúgy... ja. Nézzünk valami munkát, mert látom, hogy ásni tud.
De azt még nem próbáltam ki, hogy más is tud-e csinálni. Úgyhogy azt még meg kéne nézni. És itt van a kék kerítésű helyiség. És riktig nem itt van a bejárat. Na mindegy. Megjött a kukás autó. Na, szabad kamerával oratolatunk. Igen, csak külső nézetben van nyom. Vicces. Csak akkor látható nyom. Az előbb bejöttünk, most semmi nyom nincs. Jó, ez megvan. Úthenger. Amúgy azt írjam, hogy tömörítsd össze az építkezésen a kijelölt területet. Na mindegy, először is ezzel. Lesz még munkánk ezzel a géppel. Elég sok fázis van. Tömörítsd össze. Majd a végén visszaküldöm a gépeket. Most először az úthenger jöjjön ide. És most tömörítés következik. Ez szabad kamera? Szabad, jó. Még nem tömöríti? Ezen be kell kapcsolni valamit, hogy tömörítsen. Hát nem saját súlyát tömöríti? VASD space. X-el kell bekapcsolni. Be kell kapcsolni az úthengert. Hát ilyet sem hallottam még amúgy. Ja, ilyen rezgő funkció van benne. Zsír. Nem kell ez a segítség, mert csak nem látok tőle semmit. Elég gyorsan tömörülti a dolgokat. Mármint a csík elég gyorsan megy felfele. Még a végén nem is kell teljesen letömöríteni. Ha, de le kell az, mert most járunk ma picivel több, mint a felével. Írunk valamit ide. Tényleg tolatásra tömörít? Ha tolatunk. Úgyis tömörít, de jó. Igen, irányíthatóságával van azért kis probléma. Még azt a kis csikot kell végigvenni. Tetszik az a kis földtömörítés is. Na, megvan. Tisztítsd meg az építési területet. Jó. Először kikapcsoljuk az X-et. Törekvő mester, új építési terület megnyitása, lakótömbök. Yeah! Na, elméletileg betont kell önteni. Önts betont az építkezésen az elkészített elemekbe. Jó. Mindegy, ezzel ide állok. És akkor beton. Jó. Először is kell nekünk egy betonpumpa. Gondolom én. Hát itt már ide nem tudom beönteni szerintem. Ja, simán nem. Betonpumpa.
Ezzel odaállok. Akkor... Elég messze kell állni, az előző részben kiderült. Nem szabad full a közelébe állni. Elég nehéz az irányítása. Valamint az, hogy használhatósága közelben. Távolban annyira nem. Jó, itt kinyitjuk a Y-nal, minden igaz? Alig nem nyitja ki, amíg ki nincs hajtva. Ja nem, mert le kell támasztékolni. Akkor picit arrébb állunk, na a téglához, így. Még így is útba lesz a téglánál. Ha nem, jó van az. Akkor most Y? Ja, most nyitotta ki. Hát akkor már ezt kis kinyitjuk ezt a csövet. Ezt totál fel kell állítani. Mehet ki és előre, egyszerre. Ja nem. Nem látok semmit. Igen, mert nem szabad kifele nyitni még. Egyelőre csak így kell átfordítani. Jó, és akkor most nyitom ki. És már csak nyitni kell. Yeah! Körülbelül, hogy néz ki. Oda nem kell beton. Tehát akár vissza is húzhatjuk. Na, oda mehet majd az első betonozás. Jó, de most egyelőre csak a betongép kell, keverő. Elméletileg maradt igen 87% az előző részből, úgyhogy simán megyek az építkezésbe egyről. Jó, átmegyünk a betonpumpához. És adagoljuk belefele. A szkúval is evetűvel tudtam forgatni. Közben tolathatunk is. Hát egy picit így. És emeletek most pont jó helyen van. Ja. X-el nyomhatjuk is belefele. Ó, hát ez... Hát ez így tökéletes. Ömlik is a beton. Valaki engedjen ki. Hú, onnan leesni. Sose tudnék kijönni onnan. Húzom a betoncsikot, de zsír. Igen, hogy így mozog. Egy picit húzzuk beljebb, és akkor forgathatunk tovább. Mi lenne, egy picit közelítenék rá, és akkor... még látható is lenne. Öntjük a betont kifele. Na, még tetszik nekem ez a jó kis betonozás is. Az előző részben egy kicsit meg kell tanulni az irányítását, de ezért nem fogok bemenni tanfolyamra. Meg gondolom van erről is tanfolyam. Ha már veszek egy új gépet, akkor mindig felajánlja a tanfolyamokat. De hát én rájövök magamtól, hogy hogy kell. És akkor ez volt a könnyebbik része. Ha nem megy, így is jó van. Nem hagyjuk ki egy centit se.
Elég lesz a beton, elég. Elég sokat tárolunk, úgy látom. Sokat vásároltam az előző részben. Nem tudtam, hogy mennyit kell összesen. Na, még az itt visszafordulok, és akkor ezzel meg is vagyunk. Yeah! Még az is bele fagyott. Megdermed. Jó. A következő feladat. Állványzat, acél, építanyag kereskedésből, szállítsd a rakományt ide megjelölt terület. Most már, de szerintem elmegyek, mert még csak a felénél járunk. Megnézem, hogy mit kell még hozni. Azt mondja, hogy szállítmányozni kell. Acél, oké. Okay. Utána önts betont. Na, ezért nem kell visszavinni a gépeket. Szerezd be 2 darab száraz építésű falat, akkor ez is szállítás. Emiatt nem kell visszavinni a betonozásra a cuccot. Úgyhogy, na, ezért is néztem meg. Annyi, hogy kifordulok innen, mert tuti, hogy útba lesznek a dolgok. Úgyhogy ezt ide kiforgatom. Remélem nem lesz neki útba. Építkezés során, mert pont a... Itt nem tudok átmenni. Itt se tudok átmenni. Itt nem esek le, jó. Itt leállítom a beton öntését. Nehogy itt vérlünk kifogjon. Jó, oké. Na, ez kiállítva. Konténert azt nem kellett szállítani, úgyhogy átmegyek a kukásautóba. És ezt visszarakom a telephelyre. Hey! Telephelyet akartam. Jó, átszállunk a nagy platósra. Így van. És így menjünk az építőanyag kereskedésbe. Na, mit kell venni? Egy darab állványzat, acél, építő... Állványzatot kell venni, az a lényeg. Ötezer. Aha, ott van hátul, tehát akkor mehetünk is hátra. Az még, mintha még targonca is elbírál, mindegy, feldarúzzuk. Miért maradt így a kamera? Mert közben lejtjük az oldalát is. Minek amúgy darúzni fogok, akkor fel is szedjük. És kiengedjük a támasztékot, utána jöhet a darúzás. Szeretném, ha így állna a kamera, köszönöm szépen. Picit fentebb. Fentebb. És... Na, az előbb meg volt. Na mindegy, kicsit engedjük. Na de heck. Jó van. Másik irányba húzni befele. Na, forgattam is átfele. Bloom. Van a platon cucc, úgyhogy ezt nem fogjuk tudni elteleportálni és elvitetni. Úgyhogy muszáj lesz a forrozást bevállalni. Hm.
erre a támasztékra lehetne egy gyors gomb. Mindig ez a sok idő. Jó, oké, jó, meg van csinálva az animáció, meg minden szép. Örülök is neki. Ki kell engedni a támasztékot. Nem azt akartam, nem azt a gombot akartam megnyomni. Köszönöm. Ezt akartam. Így. Jó, és akkor most merre is volt az építkezés? Mi mindig a felső részen, ugye? Ja, mi mindig itt a felső rész, oké. Okay. Azóta nem vállaltunk el új a feladatot. Tolott. Száguld. Miért nem megyek itt oldalt, és akkor egyszerűen ki tudok fordulni, nem kell itt keresztül menni a 8, van két sávon egyszerre. Itt csak simán átmegyek egyenesen. Pont zöld is a lámpa. Így a legjobb. És full egyenes. Jó, megelőzlek. Titeket is. Nem várom meg a piros lámpát. Sürgős állványszállításom van. Mindenki lehúzódik. Tudják, hogy jövök. Ezt már szeretem. Amúgy meg lehet a 10-es szinten, most nézem. Yeah. Már csak a 11-es hiányzik, hogy vegyek fel még egy alkalmazottat. Igaz, most se kellett ásni. És... Ja, azt oda szembe kellett rakni. Jó lenne nem belesni a gödörbe, úgyhogy... Úgyhogy csak se szimplán ide állunk. Kiengedjük a támasztékot. Csak muszáj vagyok nézni, mert... Csak így látom, hogy mikor lesz tire, mikor lehet átváltani. Forduljunk ki. Ezt is ki kell tudom fordítani, mindegy. Na, kb. Itt van a közepe. Tényleg, ha én ide beesek, akkor onnantól hogy jövök ki? Ja, visszateleportálom magam, jó, oké. Ne forgassuk csak el. Jó, az is megvan. Tisztítsd meg, betonpupa, ne! Ne tisztítsam már meg, mert az a következő feladat. Most le vagyok talpalva. Utána álljak ki, minden. Amúgy mit csinálok? Menjünk a következő fázisra. 51, igen, beton. És... Ó, van egy újabb különleges megbízás. Akkor meg is van a következő rész. De nem nézem meg, direkt. Na, azt mondja, hogy építőanyagkereskedés, építőanyagkereskedés, építőanyagkereskedés. Akkor menjünk az építőanyagkereskedésbe. Egyszer tuti rá fogok kattintani arra a megbízás felmondására véletlenül. De nem szeretném. Hát, ha rákérdez még egyszer. Azt mondja, hogy építőanyagkereskedés, oda szeretnék menni. Csak akkor így vissza is állítja a darut. Nagyon jó. De én most jelenleg a betonpumpával szeretnék beszállni. Na és melyik része van neki útba? Ha csak a támasztékot veszem fel, de ahhoz meg vissza kell húzni a csövet. Mindegy. Azt mondja, hogy... Nézzük meg, ha csak kifordulok teljesen.
Még egyszer, betonpumpa van neki útba. Jó, visszahúzzuk teljesen. Hogy is volt? Így, meg így. Az be van húzva teljesen. Amikor azt a felsőt, azt hogy húzom be? Nem, ez már a végső. Csak így lehet a támasztékot behúzni szerintem, hogy visszaforgatom a csövet. Felépítést vissza kell húzni. Az Y-t is? Hát visszahúztam. Ja, még nem volt koppig. És most? Még mindig. Szerintem útba lesz neki a... Ez a cső. Akkor egy picit előrébb állunk. Nem tudok beszállni, de... Ha, az előbb már kiírta. Ez az. De itt most már így egyenesbe tudom állítani. Jöhetek vissza, húzza minden. Ja. De ennyit kellett amúgy. Ezt a kis picit húzzuk vissza, na mindegy, jó, oké. Okay. Azt ott kinyitjuk, meg akkor húzzuk a csövet. Tényleg ebben most van 100% beton, vagyis tele van betonnal. Melyiket is kellett? Azt mondja, hogy nem ezt, ez a másik következő része. Igen, ez a hátforgatás jön. Na, jó lesz ez. 28 percet veszem is. Eléggé előre vagyok haladva szerintem. Ha belerendül az ember, onnantól kezdve már megy rendesen. Ja, még egy kicsit fentebb. Beszorultam. Igen, kicsit fentebb kell még. Ma ezt itt lenyitom. Akkor bele fogok adni. Oh, nem. Na, oda kell engedni. De nem szeretném, hogy folytonos legyen a munka. Úgyhogy jöhet a betonkeverő. Jó, rajta van, mehet a beton. 79%. Én megjöhetek ide. Megint húzok egy csikat a betonnal. Jó. Menjünk szép sorba, minden sarkot kihúzunk. Hoppá, ne ilyen sokat. Ezért pezerolni nem kell. Milyen terülős beton? Egy helyre bentem az egészet, az jó lenne.
Megjött a havi elszámolás. Ja, kicsit fentebb. Le is ment az összeg rendesen. Na mindegy, most jelenleg a gépparkom megfelelő. Van még természetesen hiány. A mi gépek majd később kellenek. De most legalább tudok jó kis munkákat elvállalni. Csak ezt 100%-osra megcsinálni, úgyhogy egy-két helyen kilógovas az még ott belefér a büdzsébe. Jó. Oksa, és akkor egy picit melyike is kellett ezzel. De fel kell emelni, és úgy le. Várjunk egy kicsit, X-et megszüntetjük. Ez be van húzva teljesen. Hogy csináltam? Az előző részbe. Lefele, de... Nem tudom feljebb húzni, csak így van billenteni. Ha jó neki így, akkor nekem jó. És jó volt neki. X, és akkor forduljunk ki. A space-szel vissza tudom húzni, jó. Aha, megint útba lesz neki a kiemelő. Igen, ott az a tégla nem lett volna ott. Ott totál jó is lett volna az egész. Na, így legalább elnyomtam onnan. És sprint. Meg is lett a következő emelet. Elmetek, most már ez nem is kell. Úgyhogy ez itt. Hagyjuk békén. Ebből látjuk a adagolást. Megnézzük, mennyi maradt. 60-71% maradt. Akkor ezt itt leállítjuk, hogy ne folyjon. Kicsit előrébb megyünk. És akkor... hova kell hozni a cuccokat? Vagy a másik oldalra. De mindegy, mert ez az utolsó feladat. Az utolsó fázis. És akkor csak be kell, el kell hozni egy-két alapanyagot. Tehát ez... ehhez már nem kell. Se a betonkeverő. Se a betonpumpa. Legalább a székhelyre való visszajelzéskor nem von le pénzt. Jó. Itt van a dömper zsír. Jó, és akkor most nekem a platósnál kell lennem. Másik kameraállásba. Akkor ide kell felpakolnom a cuccokat. És egy curik, meg egy kis oldalnyitás. Na, miket kell nekem venni? Nézzük meg. Három különböző dolgot. Foil. Száraz építési foilem. Szigetelőanyag. Fa alap. Úristen. Ezeket el fogom tudni egyszer vinni? Nem nagyon drága amúgy.
Itt van minden állványon, akkor el fogom tudni. Zsír. Miért a targoncázás? Az nem gipsz karton ott fent. Fa alap. Vagy falap. Úgy néz ki, mint a gipsz karton, ilyen impregnált, vagy valamilyen. Vagy a zöld színű. Na mindegy. Az a lényeg, hogy azt vettük, ami kell. Vagyis remélem. Jó, gyorsan megy fel amúgy a kifizetési összeg. Hogy mennyit kell mindig fizetni havonta. De... Ja, ott az összeg alatt az a kis zöld pici csík most az... Az végigmegy, akkor kell kifizetni. Ja, még ilyen messze vagyok a platótól. Annyira nem kell soha valakni a négy raklapot, az bőven simán elfér. Ez micsoda volt? Mindjárt megnézzük. Néz ki, mint a diszperzit. Azt mondja, hogy a száraz építési fa elem az van fent. Szigetelő anyag az igen, fa. Fal alap. Akkor ez fal alap, nem falap. Jöttem egy-két betűt. Yeah. Na meg van a második raklap. Nem tudom erre minek írt egy órát. 40 percnél se vagyok még. Picit bentebb, picit lentebb, és akkor meg is vagyunk. Kicsit még rásegítettem. Na, hogy leforduljon a fél oldal. Ó, egyenesen áll, úgyhogy szerintem simán átmegyek másik oldalra. Picit bentebb. Jó, picit bentebb, és akkor meg is vagyunk. Akkor a következő, és egyben utolsó. Falap. Vagy mit tudom én, mi ez burkolólap. Vagy bármi. Mindegy, raklap. Raklapáru. Na, talat. És meg is vagyunk. Már csak le kell darúzni innen. Meg oda kell menni. Túl gyorsan megyek, hogy kiszálljak. Lerögzítve, beszállva, plató felzárva. Curi bekapcsolva. És irány. Irány a meló. Azt mondja, hogy... ja. 4 még kienged minket. Rendes. Hát piros a lámpa, de... Én ezt zöldnek veszem. Valahol zöld volt például a zebra. A szembe jövő, vagyis a mellettem elmenő. Forgalom, lom, lom, lom. Fontosan megy a fék lámpája. Világított a fék lámpája folyamatosan. Hogy lehet úgy vezetni? Közben fékez fog. Na mindegy. Nem akarom megérteni ezt.
NPC-t. És pont zöldre. Na, még egy picit. Jaj. Még egy picit kellett volna várni. Ja, még van az úthenger, amit vissza kell küldeni, mi? Jaj, ott van az úthenger. Jó, és akkor melyik oldalra kell beállni ezzel? Ide. Oké. Na, akkor dalulra fel. Igen, azt csinálom most jelenleg. Itt a kis tömörítő, minek kellett ide? Úthenger. Na. Szép, jó, nagy emelet. Kettes ház épült itt. Nagyon jó. Lehet kioldani, kár, hogy bentről nem lehet ezeket kioldani, de mindegy. Kiszállunk arra kis időre. Meghoztam a szigetelő anyagot. Tessék. Azt el is fogadta. Rendben. Hoztam ezt a fa alap, vagy micsoda. Fa alapozó. Vagy fal alapozó. Azt is elfogadta. Annak a felét is. Na még egy utolsó. Száraz építésű fal elem. Gipszkarton. Jól mondtam én, hogy ez az. Csak ez a hosszú megnevezése. Megvan minden, már csak el kell vinni innen a cuccast, a gépet. Platós. Hát visszamegyünk a telephelyre. És akkor meg is van oldva. Ez az, megvan minden, az összes fázis. De még elmegyünk az úthengerért. Meg körbenézzünk, hogy milyen házat építkeztünk itt. Na, ez lenne. Ott voltunk, ott vittük be a cuccokat. Nem tetszik ez, hogy így garázs meg van csinálva. Beletállni. Na, nézzük akkor kukák számát. Három darab kuka, kettő darab zsák. Ott három darab kuka, egy darab zsák. Hát jó sok szemetet termelnek ezek a... ebbe a házba. Azért nem megyek bent, mert... nem tudok bent benni ettől. Nézzük, ki van élve a postalárára, ki lakik itt. Hát a házszín azért annyira nekem nem jön be. Átférek? Átférek, jó. Na. Úthengert is visszavisszük a bázisra, legyen minden egy helyen. És akkor a hatalmas gépparkon mellett köszönök tőletek, köszönöm szépen, hogy megnéztétek azt az epizódot, és akkor majd folytatjuk a következő részben. Addig is, sziasztok!